megtört a kocsit, nem fizet a kaszkó. Ha leakarsz, nyugodt és figula a frakó. Tulajdonképpen a rendszerváltás után teljesen egyértelmű volt, hogy a borászkodással szeretnénk foglalkozni. Kevés terület maradt meg a régi anyai ágon meglévő birtokokból, de édesanyám és édesapám számára egyértelmű volt, hogy neki kell állni és kell ezzel a területtel foglalkozni, hiszen mind a ketten ugye ebben a szakmában dolgoztak már a múlt rendszerben is, és hát a kárpótlás után, ahogy lehetett azokon a zsebkendőnyi területeken, amiket vissza lehetett szerezni, elindult a borkészítés. 91-ből volt egy darab olasz rizlingünk, ami az első fecske volt, de azért van most a 25 éves születésnapunk, mert 93 óta vagyunk jelen a piacon, akkor jött ki az első borsorozat, az első jelentős szortiment, amivel a kereskedelemben jelen voltunk. És hát utána beindult a fejlődés, hát nagyon lassan, ahogy ez egy kezdő vállalkozásnál van, hitelbefektető nélkül lassan történnek a dolgok, az épületek szintenként épültek, még az első épület, először csak az alja, a borospince, aztán a teteje, a következő épületek azok már egy kicsit gyorsabb ütemben, egyszerre, de a 90-es évek azok teljesen a családi vállalkozás jegyében teltek, tehát nem is volt külsős alkalmazott, és a családtagokon kívül senki más nem is dolgozott a pincében. Volt az első termék portfóliótok, emlékszem, azok a régi palackos, régi címkés borok, és utána váltottatok egyet. Hát igen, így is mondhatjuk, meg úgy is, hogy nem gyártották már tovább azt az üveget, de a magyar borászat, meg ez az egész dolog, ez mindig szenved ilyenektől. Igen, de értem szerint, hogy 90-es évek, amikor indult a cég, akkor nem volt erről szó, hogy reduktív bor, meg dűlős bor, meg ilyesmi, hát sehol nem volt semmi ilyesmi, hát senki nem kész koncepcióból érkezett. Ez szép lassan alakult ki, és szép lassan kristályosodott ki, hogy mi az, amit el tudunk készíteni, mi az, ami eladható adott esetben, és minden ilyesmi. Az elmúlt 25 év tudatában mire vagy a legbüszkébb, hogy a birtok maga borok kapcsán? Alapvetően azt gondolom arra, hogy folyamatosan tudtunk hitelesek és önazonosak maradni. Nincsen az elmúlt 25 évből olyan tételünk, amire rossz szájízzel kellene visszagondolni, akár képletesen, vagy akár szó szerint. Nincsen olyan tételünk, amiért bocsánatot kellene kérnünk, nincsen olyan tevékenységünk, nincsen olyan megnyilvánulásunk, ami azt gondolom, hogy ne lett volna helyén való, és ezen azóta is nagyon sokat dolgozunk, hogy próbáljuk megőrizni a pincészetnek az arculatát, és tudjunk hitelesek maradni a jövőben is.